Tiszteletben köszöntök én is mindenkit. Aki látta a mérkőzést, azt, azt gondolom jó szórakozott, hiszen egy nagyon jó mérkőzés volt. Mind a két csapat nyíltan játszott, azt gondolom, hogy inkább a mi akaratunk érvényesült. Több olyan lehetőségünk volt, amikor egy-egybe vittük a Dinuszra a labdát, két-három bravúrt is bemutatott. Megmondom őszintén, itt a televíziós vagy a rádiós kollega is kérdezte, hogy nem tartottam attól, hogy nem éreztem, hogy a Ferencváros ki tud egyenlíteni. A futball törvényétől féltem, hogy kihagyunk kettő-három olyan gólszerzési lehetőséget, amiből megvoltak azok a lehetőségeink, hogy előnyt tudjunk még kovácsolni, tehát ne 1-0 legyen, hanem 2, nem rúgtuk rá, és a futball törvénye pedig szokott jönni, hogy mi kapjuk a gólt. Hála Istennek nem jött, egy nagyszerű kontroll után megint 14-eshez jutottunk, megrúgtuk a harmadikat. Én azt gondolom, hogy megérdemelten nyerte meg ezt a mérkőzést a csapat. Nagyon fegyelmezett, nagyon okosan, nagyon agresszívan futballoztunk. Meg szeretném köszönni a szurkolóinknak azt a buzdítást, amit nem csak ezen a mérkőzésen, hanem az eddigi, mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseinken támogattak. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki hozzásegítette ezt a csapatot ehhez a sikerhez. Köszönöm szépen, kérdése. Szerelmű nemzeti sport, miből meríti a csapat ezt az önbizalmat, amivel egy Ferencváros ellen is ilyen fegyelmezetten taktikusan tud játszani? Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem egyenlő feltételekkel indultunk a bajnokság elején, hiszen nekünk sokkal rövidebb volt a felkészülésünk, mint akik annak a 10 csapatnak, aki az NB1-ben tudta magát, hogy a két feljutó csapat gyilmott, az már előbb eldőlt, hogy felkerülni az utolsó fordulóba tudtuk meg igazolni kellett játékosokat, illetve akik itt voltak, nagyon minimális szünetük volt, és én nem vagyok varázsló, soha nem is voltam, hanem én mindig is a munkában hittem, és idő kell ahhoz, hogy azok a dolgok, amiket gyakorolunk az edzésen, és azért dolgozunk, hogy a csapat több rendszerben is tudjon mozogni, és mindent meg tudjon tenni. Az idő eltelt, én akkor is megmondtam a bajnokság elején, hogy azok a lárulató szünetek biztos, hogy nekünk hasznosak lesznek, hasznosak is voltak, hiszen nagyon keményen tettük akkor a dolgunkat, és ott be tudtuk pótolni azokat a dolgokat, ami nem volt idő a felkészülés során. Bocsánat, Hegyi Áron vagyok Origótól. A mérkőzés előtt beszélgettem szurkolókkal, és ők már azt latolgatták, hogy a csapat akár a dobogót is megcélozhatja. Reálisnak látja ezeket a célkitűzéseket, vagy ennél azért óvatosabban fogalmaznak? Én azt mondanám, egy hete is elmondtam, és el fogom mondani, hogyha ilyen kérdés van, hogy az eredeti célokat kell magunk előtt nézni, és azt nem szabad új célokat kitűzni. Ha ez annál szebb lesz, mint hogy 10. helyen maradjunk, akkor annak csak örülni kell, és hab a tortán. Most is azt mondom, azt tűzte ki a klub, próbálj megragadni az első osztályban, de most is ezt tartom, hiszen hosszú még a bajnokság. Nagyon sok mérkőzés van még hátra, nem lehet más a célunk, hogy minél több pontot szerezni, ami arra elég, hogy bent tudjunk maradni az első osztályban. Még egyszer mondom, ha ez jobb eredmény lesz, annak csak örülni fogunk. Köszönöm.